Először is adott egy öntőasztal, amin egyszerre 168 darab gyertyát tudnak elkészíteni. Az asztal tetején most egyébként az előző körben legyártott gyertyák sorakoznak, de a nagy dolgok belül történnek. A forró olvasztott parafint egy szivacsos végű pisztollyal engedik az öntőasztal belsejében található 22 mm átmérőjű lyukakba. A pisztoly szivacsos vége a sejmes anyagfolyást biztosítja, a 22 mm pedig azt jelenti, hogy éppen ilyen átmérőjű gyertya készül. A szerkezeten belül a hűtés hatására a parafin megszilárdul, kezdődhet a gyertya asztalból való kiszedése. Egy rúdra erősített pengével elvágják az előzőleg befűzött kanócokat, felnyitják az asztalt, majd különböző maró és melegítő szerszámok segítségével eltávolítják a felesleges parafint. A gyertyákat fémcsövek segítségével tolják ki az asztalból, leszedés után még vár rájuk egy lábmarás, majd a csomagolásuk következik. Ezzel a módszerrel egyébként az ünnepi gyertyákon belül is a legelegánsabbak készülnek, onnan ismerhetjük meg őket, hogy kettőt összeütve szép fémes csengést hallunk.